Jó estét kívánok a Kaleidoszkóp nézőinek! Május van a vagy pünköst hava, a természet kivirágzásának ideje. Ez a csodálatos időszakhoz számos népi hagyomány fűződik. A májusi eső aranyat ér. Ha az első héten esik, akkor jó termésre számíthatnak a gazdák. Régen a lányok a hagyomány szerint kibontott hajjal kiálltak az udvarra az esőben, hogy megszépüljenek és hosszúra nőjön a hajuk. Május 4-e Szent Flórián napja, aki a tűzoltók védőszentje. Egyes falvakban e napon nem raktak tüzet, kenyeret sem sütöttek, és a kovácsok sem dolgoztak. Nos, ezek a hagyományok mára már megváltoztak. Mai magazinunkban is igyekeztünk olyan témákat választani, amelyek reméljük elnyerik a nézők tetszését. Lássuk a tartalmat! Majál is az ifjúsági parkban. Bartók Gábor klasszikus gitárjátékát hallhatják. Bányásztúrára hívták az érdeklődőket a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. Rengetegen látogattak ki idén is az ifjúsági parkba május 1-én. Több helyi csoport is színesítette a fellépők listáját. A színpadi eseményekkel párhuzamosan pedig több program is zajlott a területen. Kutyákat is sétáltathattak, és sakkversenyre is benevezhettek a kilátogatók. A zene, a jó hangulat és a kikapcsolódás pedig garantált volt. Helyiek sokasága lepte el az ifjúsági parkot. Frissen sült ételek, színes programok és jó hangulat várta a kilátogatókat. Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület, valamint a Fidesz-KDNP képviselői is kitelepültek, hogy a régi majálisok hangulatát visszahozva töltött káposztával, valamint főtt véslivel kínálják az arra járókat. A fellépők sorát az Ózdi Szívbetegek Egyesületének műsora nyitotta, majd egy igazi, hagyományos májusfa állítás vette kezdetét. Ez a természet újjászületésének szimbóluma. A növényt csoportokba szerveződött legények állították a leányoknak, akik főként színes szalagokkal díszítették fel azt. A verőfényes napsütés kicsiket és nagyokat egyaránt a parkba vonzott. Az árusok, a vursli és persze a kísérő programok is nagy sikert arattak. Az Ózdi Állategészségügyi Telep munkatársai az ott élő négylábúak közül is kihoztak néhányat az eseményre. A kutyusok szívét azonnal elrabolták a gyerekek, akik rohantak játszani velük. Dénes, Brownie, Zorka, Főnix és Bogár megteltek boldogsággal. Az állatokra egy szépségverseny keretében is lehetett szavazni. 5 kutyust hoztunk magunkkal az ebbtelepről. Már csak 4 vagyunk, mert a legkisebbet örökbe is sikerült adnunk itt helyben. Nagyon népszerűek a kutyák, igyekeztünk bultípusúakat is kihozni, 2 bultípusút hoztunk, hogy a sztereotípiákat egy kicsit csökkentsük velük szemben. Látni, hogy nagyon nyugodt, kedves kutyák, szívesen sétálnak az emberekkel, kedvesek velük, úgyhogy jó sikerült ez a mai nap a számukra. Jönnek kicsik, nagyok, vegyesen, tehát a nyugdíjas korosztálytól egészen az óvodásokig nagyon szívesen jönnek. Hoztunk kiskutyát is, amit lehet gyürkészni, a nagyobbak pedig a kutyákat sétáltatják, vagy futtatják éppen. Sok a jó program, illetve apukám itt dolgozik kutyákkal, és kijöttünk megnézni és bátorítani őket. Minden évben kijövünk, így, hogy gyerekekkel jövünk, így tulajdonképpen az első az édesség. Próbáljuk diszkréten kezelni, hogy kapnak, de ha utána akarnak fölülni mondjuk a ringispírra, akkor az nem túl jó ötlet. Úgyhogy terelgetjük őket, a buli nagyon jó, rengetegen vannak, jövőre szerintem találkozunk ugyanígy, ugyanitt. A színpadon egymást váltották a fellépők. Az Ózdi Nyugdíjas Klub Szarkaláb táncegyüttese, az Ózdi Gyöngyvirág Néptáncegyüttes, az Ózdi Néptáncegyesület és a Szabad Szombat Táncegyüttes tagjai is megmutatták magukat. Ha
hagyományőrző lépéseket Kleska Kinga, az Ószdi Árkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékének műsora váltotta fel, aki latin tánccal kápráztatta el a nézőket. Még régebben Erika Szis voltam, de utána megtetszett ez a tánc, jártam még egy másik tanárhoz, és utána az már, mivel nem tanított, átmentem ugye a mostani tanáromhoz, és akkor annyira megtetszett, hogy még mindig járok. Hetente kétszer, meg még otthon is minden nap táncolok egy fél órát. A szamba, a kedvencem, az azért, mert az gyors is, lassú is, abban minden benne van, ott többet tudok táncolni. A közönség szinte még fel sem ocsúdott a latin dallamokból, már elfoglalta a színpadot a Dance Fitness csoportja. Ők pörgő zenékkel mozgatták meg a közönséget. A tánctudás az nem szükséges hozzá, ezt mindig el szoktam mondani. A lényeg az, hogy legyen merszed eljönni az órára, és akkor a túl is meg fogod tanulni a lépéseket, megtanulsz majd táncolni is, és ugye kardio edzés, úgyhogy ez 800 kalóriát égetünk egy óra alatt, de mivel táncol van egybe ötvözve, ezért nem fog feltűnni, nem egy olyan szenvedés, mintha elmennénk mondjuk egy konditerembe, és akkor guggolásokat csinálnánk, futnánk, hanem ide az is jöhet, aki nem szeret futni és nem szeret konditerembe járni. Jó a közösség, úgyhogy tényleg várunk szeretettel mindenkit. Az Erika C. Dance School and Company nevét talán senkinek nem kell bemutatni. Az Ószdi csoport idén is nagy lendülettel készült, hogy minél színesebb és változatosabb produkciót mutathassanak be a nagy érdeműnek. Az Ómi Zenés Színház tagjai is változatos produkcióval álltak ki a közönség elé. Örök klasszikusokat, nagy slágereket énekeltek el. De nem tudok, semmim sem mozdul, megvadulok. De mozdulj hát, nekem férfi kell.
az est közelettével Csuti és Judy vette át a színpadot, akik ízig-vérig retrós lágerekkel törték meg a csendet. Judittal már nagyon-nagyon rég dolgoztunk együtt. Mondhatom azt, hogy talán majdnem az első női énekesem volt, ezt lehet mondani. És akkor igazából ő kiment külföldre, aztán most azután aztán persze 6 év múlva hazajöttek, aztán most megint újra együtt dolgozunk. A fellépés, mondjuk az fellépés előtt szerintem 2 perccel még fogalmam sem volt, hogy milyen dolgokat fogunk játszani. Ez általában így szokott lenni, mindig a pillanat szüli meg azt, hogy éppen mit kellene, illetve mindig a daloknak az utolsó taktusaiban derül ki, vagy találom ki, hogy mi lenne jó következő dalnak. Nyilván a helyzet is szüli, hogy mikor mi szólaljon meg, de tényleg azt lehet mondani, hogy nincs 2 egyforma est, vagy 2 egyforma fellépés, mindig más és más sorrendben jönnek a dalok. De mindenhol voltunk itt a Majális Park területén, megnéztük a kutyusokat, az árva kutyusokat, természetesen a Vidám Parknak az örömeit is élvezhetjük, ami mindig nagyon színvonalas. Aztán természetesen az Erikaszi Dance Clubot, meg szinte minden fellépőt. Itt vagyunk már egy pár órája, és minden nagyon szuper. Az estet a Gabros & Forkes formáció zárta. Főként a techno vonalon mozognak, az eseményre azonban egy fokkal finomabb válogatással érkeztek. Ózd környékén már léptek fel, de a városban még soha, így izgultak a színpadra lépés előtt. Kicsit populárisabbtól erősebb szettet gondoltunk. Feljebb kategóriában vagyok, ugye a Supernova Technónak a artistja, főként techno keményebb műfajjal. Itt azért óvatosan kell a névnek, szóval megpróbálunk egy jó kis showműsort leadni. Nálad. 2011-ben kezdtük, ugye a jó barátom, a Riónak a tulajdonosának a fia, a Goránékkal összeálltunk egy Macek Records nevezetű kis brigádnak, aztán 2014-ig tudtunk tevékenykedni, utána a zenei műfaj megváltozott. Én ugye tovább maradtam, én próbálgattam, elmentem Budapestre, kaptam meghívásokat, próbáltam úgy fennmaradni, aztán 2 éve a Komáromi Fesztiválra megkaptam a úgymond Magyarország legjobb rendezvényszervezői jelen pillanatban, a sok többi jó mellett, a Supernova, és ott kezdtem, és onnantól oszlopos tagja vagyok. Aztán megjártunk már elég jó bulikat, nagy nevekkel persze, úgyhogy ezt kell továbbvinni és folytatni. Az érzéseket sokféleképpen ki lehet ugye fejezni, én a zenébe próbálom átadni, aztán ez sikerült is. Úgyhogy ez jelenti nekem, hogy adjak. Örömet okoznak, és akkor úgy menj haza, hogy füligérő szájjal. Ez a cél, ez a terv mindig. A most következő pár percben Bartók Gábor klasszikus gitárzenéjét hallhatják a nézők.
Bányásztúrára hívták az érdeklődőket a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. A programok között szerepelt egy időszaki kiállítás, mely a régió bányászatát megidéző tárgyi eszközöket sorakoztatta fel. A program végén a látogatók a bányászgombócot is megkóstolhatták. Szerencsét. Ahogyan a bányászok köszönték egymást 1893 óta, így üdvözölte a vendégeket dr. Ádám Eszter intézményvezető a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark bányásznap elnevezésű programján. Köszöntőjében elmondta, hogy a bányászokat hivatalosan szeptemberben ünnepli az ország, de bármelyik nap, ami az ő múltjukat, történelmüket körülöleli, érdemessé teszi arra, hogy tisztelegjünk előttük, megemlékezzünk róluk. Azt gondolom, hogy a hagyományoknak a szeretete őrzésén túl, ami igazán fontos számunkra, különösen itt a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban, vagy akár nekem is személy szerint, nem csak az őrzése a hagyományoknak, hanem a megélése, a folyamatos megélése akár a mindennapjainkban. És egy roppant megható volt számomra, hogy egy korábbi programunk a Dokumentumfilm Fesztivál során és annak kapcsán kerültem közvetlen kontaktba két olyan nagyszerű emberrel, akik ezeket a hagyományokat és ezt az egész történetet, ami a bányászathoz kapcsolódik, ők ezt a mai napig élik, és motiváltan, aktívan ösztönzik a környezetükben élő embereket. Ugye itt Szőke Andrásról, a Borsodi Bányászok területi tagozatának elnökéről, illetve a Farkasjuki Alapszervezet elnökéről, Tóth Andrásról beszélek. Így velük közösen jött az az ötlet, hogy ennek a témának adjunk még erősebb fókuszt, és itt egy komplex kultúrnapot szervezzünk meg a bányászat köré építve. Mindenképp percekig tudnám most sorolni a hálás köszönetemet azoknak, akik a programunkhoz csatlakozva segítették azt minden tekintetben, hogy ez ma itt létrejöjjön, és nyilván, ahogy te is említetted, egy bányász régióban vagyunk, illetve az, hogy ma itt állhatunk ebben a több mint 100 éves ipari műemléképületben, a fúvógépházban, ez a bányászatnak köszönhető, hiszen ezek a gazdag bányamezők, illetve a szénben gazdag mezők tették azt lehetővé, hogy a vasgyártás ide, itt kialakult és itt létrejött. Thank you.
Szőke András, a Borsodi Bányászok területi tagozatának elnöke üdvözölte a résztvevőket, aki elmondta, a szervezet célja az, hogy ápolják a hagyományokat és vigyázzanak arra, hogy a bányász szakmának, amely Hajdanán fénykorát élte, és családok ezrei köszönhették általa a megélhetésüket, ne kerüljön feledőbe. Tagozatunknak a legfontosabb feladata az, hogy mindazon bányászokat, akik ma már tudjuk, hogy működő bányák hiányában nyugdíjasként, vagy pedig len más területen az életnek keresik a kenyerüket, csoportba szedjük, próbáljuk meg segíteni az életüket, ezáltal nem engedjük el azt a lehetőséget, hogy az a szakma, ami valamikor egy dicső múlttal rendelkezett, kivesszen és feledésbe merüljön. Nagyon fontos azt megjegyeznem, hogy nem csak a volt bányászokat és a bányász hozzátartozókat próbáljuk összefogni, felkarolni, hanem mindazokat, akik szimpatizánsak a szakmával, a bányász emberekkel, egy csokorba szedjük és csoporttagként kezeljük őket. Ennek a felhívásnak, ami az NFE részéről megjelent, ennek természetesen borzasztóan örülünk, hiszen a bányászoknak, mint ahogy az imént említettem, ma már működő bányája nincs, csak az emlékeinkből élünk, a hagyományaink őrzéséből, ápolásából tartjuk fent a múltunkat. Természetesen egy ilyen esemény mindig ünnep számunkra, nem csak a bányásznap, hanem ez az ünnep, ez is ünnep, hiszen ez is egy lehetőség arra, hogy mindent, amit az elmúlt évtizedekben, évszázadokban összegyűjtöttünk, azok tovább fennmaradjanak. Tóth András, a Borsodi Bányászok Farkasjuki Alapszervezetének elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik a rendezvény mellé álltak. Farkasjuki Alapszervezet, ez a Borsod megyeiben a legnagyobb alapszervezet a 430-450 főjével. Ez több mint 15 települést foglal magában, ennyi településen találhatók meg szakszervezet tagjaink. És azt gondolom, hogy addig még ilyen létszámmal vagyunk, addig van lehetőség a hagyományokat is ugyanúgy fenntartani, mint ahogy a neki zsenyiek fent tudják tartani a bányász nótákat. A Farkasjuki Alapszervezet egyik másik tagja ilyen-olyan gyűjtésekkel járul hozzá a bányászat hagyományának megőrzéséhez, úgy, ahogy például majd bemutatásra kerül a gőzgombóc, ami a bányász gasztronómiának. Ugye a Julika a megmentője tulajdonképpen, és azért a gasztronómia is hozzátartozik a bányász élethez, a sajátossága a bányász ételeknek. Most itt a kedves látogatók ezt is megláthatják. Nekézsenyi hagyományőrző pávokör és citera zenekar tagjai az alkalomnak megfelelő nótákat adtak elő, majd a selmeci diákok előadásában bányászdalokat hallhatott a közönség. A több állomásból összeállított rendezvényen a régió bányászatát megidéző tárgyi eszközöket is láthatott a közönség, többek között a királdi bányász relikviákat bemutató kiállítás egy-egy darabja is látható volt. Itt a kiállításon megtalálható az összes bányász ruha, tehát nem csak a bányász ruha felszereléssel, hanem a vízálló ruha, és hát elég kemény, tehát ha valaki megnézi, tehát keményen dolgoztak, így is az eszközök, mérőműszerek, sisakokat onnét hoztak, 20-23-ban használatos élesztőgépeket hoztunk ide, tehát elég sok mindenünk van, amit szeretnénk, hogy bővíteni, ha még van valakinek a rejtek helyen, akár padláson, pincébe szívesen várunk. Igaz, hogy már nem nagyon tudjuk hová tenni, mert szűk a hely, de örömmel fogadunk mindent.
archív felvételeket is megtekinthettek az odalátogatók, majd a bányásztúra végén a Kulcsár Józsefné Julika által készített bányászgombócot kóstolhatták meg. Farkasjukban a legismertebb étel talán a bányászgombóc. Nem csinálják minden nap, bányásznapkor csinálta a bányászétkezdének a vezető szakácsnője, és ő otthon a családnak is csinált minden alkalommal bányásznapra. Négy fia volt, úgyhogy volt, aki megegye. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt is minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok, viszontlátásra!